ütő is van, korcsolya is van, korong helyett azonban egy kis labdát terelgetnek, így nem jéghokiznak, hanem görhokiznak a szabolcsi solymok fiataljai. A nyíregyházi jégpályán egyelőre még a műanyag borítást használják a gyerekek, ennek ellenére két korosztályos csapat is szép eredményekkel tért haza a fővárosból. Annak ellenére, hogy két hónapos hátrányból indulunk már, mint ami a jéges edzést illeti, ennek ellenére nagyon jól sikerült a bemutatkozás. Egy vidéki csapattal játszottunk döntetlent, de az összes többi csapattal szemben nagy arányú győzelmet arattunk. Ez is azt mutatja, hogy az a lelkesedés, ami az egyesületben benne van, és a szülői támogatás az azért előbb-utóbb beérik. Az U10-esek a Székesfehérvár, a Kaposvár és a Baja, az U8-asok pedig a Dunaújváros, a Ferencváros és a Jászberény ellen léptek jégre. A mérleg pedig 5 győzelem és 1 döntetlen volt. Ebbe a korcsoportra nem számoljuk az eredményt, de azért a gyerekek meg a szülők igen. A tervek azok voltak, hogy mutassuk meg magunkat mi is ott Budapesten, hogy lássák, hogy a szabolcsi solymoknak is van jégkorong csapatuk. És ugye mivel nem tudunk mi jégen edzeni csak hetente egyet, ezért nem vártunk nagy dolgokat tőlük, de viszont meglepetésünkre nagyon jó szerepet mind a két korosztályuk. Mint az egyesület elnöke elmondta, a jelenlegi 50-55 körüli létszámot a szezon végére szeretnék 100-ra emelni. Országosan elmondható az a tendencia, hogy a jégkorong sport egyre népszerűbb, azért a magyar válogatott is már világszínvonalú játékot tud űzni. Tavaly év tavaszán azért a Finnország-Észtország közös szervezésében lévő világbajnokságon a magyar válogatott kijutott, egyre népszerűbb. Fontos a támogatottsága a Magyar Jégkorong Szövetség részéről is, amit ugyanúgy a Szabolcsi Jégsport Egyesület megkap, mint bármelyik más egyesület. Ránk van bízva, hogy mire vagyunk képesek ebből a támogatásból megoldani, de továbbra is a mi infrastruktúrális nehézségünk az, hogy november közepétől, jó esetben március közepéig tart a szezon, a jeges szezon, és egyébként meg Debrecen Sátoróújhelyre kell ellátogatni ahhoz, hogy jégen legyenek a gyerekek. Az U10-es együttes ezen a hétvégén Miskolcon szerepel egy tornán, decemberben pedig már hazai környezetben lépnek jégre a korosztályos csapatok. A tervek között szerepel egy jeges nyílt nap megrendezése, amelyen a legkisebbeknek szeretnének kedvet csinálni a korcsolyázáshoz és a jégkorongozáshoz.